Először gurgul be a Bátaszéki sportpálya parkolójába az a kisbusz, amit a helyi sportegyesület labdarúgó szakosztálya kapott a szponzoroktól. A vállalkozások, cégek, társasági adójuk bizonyos százalékát felajánlhatják sportegyesületek részére. Amennyiben ezt nem teszik, úgy azt be kell fizetni az államnak. Ebből a társasági adótámogatásból sikerült összegyűjteni a közel 12 millió forintos kisbusz árát. A tavalyi évben azt gondoltuk, hogy hogy vásárolunk egy buszt, és e, lehetőségünk adódott e, a felajánlóink révén. Ugye a társasági adó tudni a vállalkozók felajánlásából e, valósulhat meg ez a, valósult meg ez a buszvásárlás. Bátaszék önkormányzata a 30%-os önrész kifizetésével támogatta az Egyesületet, míg a 70%-ot az egyéb segíteni kívánó cégektől kapták. Lerbéla, a Sportegyesület elnöke azt mondja, nem kellett sokat kilincseljenek, a támogatási összeg gyorsan összejött. Azt gondolom, hogy nagyon komoly felszereléssel ellátott kisbuszt sikerült a labdarúgó szakasztálynak a tulajdonába kerítsünk. A sportegyesület pályázott, de hát mi vagyunk a mind támogatott szakosztály, mi vagyunk ennek a, labdarúg, ennek a busznak a használója elsősorban. A sportegyesület további három szakosztályjal is rendelkezik, karate, kosárlabda és úszó szakosztály. Másodszorban ők is használhatják majd a kisbuszt, amennyiben a futbalistáknak nincs rá szükségük. Az egyesület eddig az önkormányzattól bérelt járművet a vidéki utakra, így azonban csak az üzemanyag költséggel kell majd számolniuk. A Sportegyesület elnöke szerint ezzel közel 50%-át spórolhatják meg az utazásra fordított éves kiadásoknak.